Vigyázz! Kész! Torna! Férfi torna szakosztályunk minden évben számos korosztályban hirdet felvételt kisgyermekek és felnőttek számára egyaránt. Most betekintést engedünk a legkisebbek mindennapjaiba. Íme az Ovis csoport. 4-5 éves kortól már lehet hozni a gyermekeket, attól függ, hogy egy kicsit milyen a figyelemrendszer, tehát mennyire tud figyelni a gyerek, hogyha esetleg kisebb, akkor még lehet, hogy bepróbálkozunk egy edzéssel, de ha még esetleg nem tud annyira figyelni, akkor még mondjuk a szülőknek, hogy majd inkább próbálják meg jövőre, de a 6 éves kortól már abszolút nagy szeretettel várunk mindenkit. Igazság szerint a játékos foglalkozások vannak heti 3 alkalommal, amiben egy kicsit megtanulják a gyerekek, hogy végül is, hogy az egyensúlyérzékük hol van, merre tud esetleg gurulni, merre tud majd utána később a bukfencbe gyakorlatokat végezni. Annak idején junior Európa és ifjúsági olimpiai bajnok tornászunk Balázs Krisztián és a friss EOF győztes Zámbori Zala is az Ovisok között kezdett megismerkedni a sportág alapjaival. Ez a nyári EOF-ról van, 2023-as nyári EOF-ról, ami most volt nyáron, júliusban, és ott hát sikerült csapatba kerülnem, és utána az életem egyik legjobb versenye után a nyújtót sikerült megnyernem, úgyhogy ez igazából európai ifjúsági olimpia, úgyhogy ez egy nagyon jó állomás, és innen folytatjuk tovább a jövőben. Sajnos a torna ez egy olyan sport, hogy ezt elég korán el kell kezdeni, hiszen a mozgás kultúrát nagyon nehéz megtanulni, ez egy eléggé összetett sport. Úgymond ez egy felsportág, tehát viszonylag keresünk olyan gyerekeket, akik jól tűrik ezt a monotonitást. Ez egy ciklikus sport, nagyjából majdnem minden nap ugyanazt végezzük. Keresjük azokat a gyerekeknek fizikailag relatív erejük viszonylag jó magukhoz képest. Majd aztán nézzük azokat a gyerekeket, hogy mennyire tudnak figyelni, mennyire tudnak egy dologra fókuszálni. Úgyhogy ezeknek az összetevőjéből fog később összeállni az a gyönyörű szép test, amivel rendelkeznek a tornászok, akár legyen az férfi, illetve nő, vagy pedig az a mozgáskultúra, az a harmonikus mozgás, amivel rendelkeznek szerintem a tornászok. Én 4,5 évesen kezdtem el tornázni. A bátyámmal együtt, bátyámat kiválasztották, amikor ő elsős volt, kiválasztották, hogy alkalmas a tornára, és én annyira nem bírtam magammal, hogy én is ide szerettem volna jönni, és egyből megszerettem a tornát, és azóta már 13 éve most már itt vagyok. Én nagyon szerettem játszani ennyi idősen itt a terembe, és mindig azt vártam az edzés végén, hogy a végén a szivacsgödörbe tudjunk játszani, és most már csak így nosztalgikusan visszagondolok ezekre az időkre, hogy mennyire szerettem itt lenni. Most is szeretek persze, csak most már más a prioritás. Beszélgetésünk alatt a háttérben a gyerekek egy pillanatra sem álltak meg. A vagány csibészek energia szintje irigylésre méltó. Hogy érzed magad itt ezen az Ovis tornán? Jól. És miért kezdtél el tornázni? Tényleg miért tetszett meg ez a sport? Hát mert szerettem szaltozni, mert tudtam gyakorlatozni, meg tudtam menni versenyekre, meg szeretek gyűrűzni. Nekem az ugrás a kedvencem. Te életedbe hogy jött be a torna? Úgy, hogy az apukám mondta, hogy választhatok két sport közül, és az a szertorna volt, és a műugrás. És még mi tetszik a legjobban a tornában? A szaltók, meg a gimnasztika. Milyen terveid vannak ezzel a sporttal? Szeretnék világbajnok lenni. Kedves szülők, most pedig elmondjuk, hogy miért ajánljuk az Ovis tornát. Én azért tudnám javasolni a szertorna alapjait, mert tényleg itt a gyerek megismerkedik a testével, megtanítjuk neki, melyik izomcsoportokat hogy tud használni, egyensúlyérzékét, és utána, ha esetlegesen nem alkalmas erre a tornasportra, nagyon szívesen tudjuk ajánlani más sportágakhoz is, és nagyon szeretik, mert egy viszonylagos jó előképzettséggel érkeznek ezek a nagyon fiatal gyerekek, hiszen más sportágban inkább ilyen 8-9 éves kortól. Én mindenképpen a tornát tudnám ajánlani, mert igazából ez egy nagyon összetett sportág, minden testednek minden egyes részét használod benne, és ezért egy nagyon jó fizikális, meg igazából mentális alapot is ad a kisgyerekeknek, és onnantól kezdve, hogyha ők megszeretik ezt a tornát, akkor jók is lehetnek benne, viszont ha átmennek ugye más sportágokba is, olyan jó alapot ad ez a torna, hogy abban is tudnak sikeresek lenni.